Na jó, Oké. mindenki megvan. Meg. Igen. Én úgy hiszem. Itt vannak a zombik. Szeretettel köszönjük, igen. Ja, még beszámolunk még? Jó van. Jó van. Na akkor elkezdem, jó? Jó van. Szeretettel köszöntjük. Csak nagy... Köszönöm szépen. Rendes vagy. De amikor akarod, tehát rám ne is figyelj oda, én csak itt vagyok. Egy talpad alatt fütyű jön a szép. De most már kezdheted nyugodtan. Tényleg. Kezdem is, persze. Nyugodtan. Tényleg. Ne is nyugodtan, igaz. Most is. Ne izgasson, hogy dumálok. De ez nem a Campfire Podcast, tehát így ja, nem vagyok tábortűz, nem kell oltogatni. Jó van. Jó van, nem, most nem szólok közben. Aha, persze, ez is így. Szeretettel köszöntjük nagyon kedves hallgatóinkat a Hídnyugatra Podcast 17. Burgundi epizódjában. Ezen a felvételen itt van Gyuri. Hello, sziasztok! Laca. Sziasztok! Viku. Hello! És én István. Műsorunk többek közt elérhető az iTunes-ban, a Spotify-on, az Anchor FM-en, és megosztjuk a YouTube-on, valamint a Facebookon is. Ezen kívül letölthető a honlapunkról a www.hidnyugatra.hu oldalról. Kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, kommentjeiteket várjuk a fent említett helyeken, illetve elküldhetitek a következő e-mail címek egyikére info@gyuri-laca-vagy-istvankukac-hidnyugatra.hu. Laca nem akart megnézni Pokémon Detektív Pikachut. De megnéztem egyébként. Úgyhogy hívtam egy szakértőt egy 11 éves formájában, aki... Aki én vagyok. Viktor, igen. Én majdnem letöltöttem egyébként. Valamit nap, hogy bókláztam a kölcsönzőben. Nézegettem. Nem lehet, hogy az a gyerekeknek tetszene neki, de aztán nem jutottam odáig. Lehet, hogy nem csak a gyerekeknek tetszett volna, hanem neked is. Ugyanis Ryan Reynolds a főszereplője, aki a Deadpoolt játszotta, és elég sokat szokott viccelődni. Na hát akkor, Laca, te mikor láttad a filmet? Hú, én valamikor a múlt hét végén. De egyébként meglepően élvezetes volt. Na. Attól eltekintve, hogy egy Pokémon film az nem biztos, hogy felnőtteknek való, ezt azért mégis merem ajánlani mindenkinek. Most szeretném megjegyezni, hogy van benne CGI, tehát nem kell nagyon meglepődni rajta. Nem hát ám, tényleg? Én nem láttam a filmet. Azt hittem, hogy azok igaziak. Nem igaziak? Lelőtted. Eléggé veszélyes lett volna igazi Pikachukkal, meg ilyenekkel felvenni. Világ dőlt össze bennem. Ja. Bonyolult lett volna. Akkor Viktor, neked hogy tetszett? Mi a véleményed róla? Nekem tetszett, jó film volt. Csak a történetére több hangsúlyt fektettek, mint ahogy vártam. Mert azt hittem, hogy ez inkább vicces lesz, mint komoly, de amúgy tetszett. Akkor ez egy pozitív kicsengés, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is tetszett a film, bár mondom, én egyike vagyok azon néhány játékosnak, aki még mindig játszik a Pokémon Go-val, úgyhogy... Én is. Tehát én nekem ismerősek voltak a szereplők, úgyhogy nagyon tetszett. Viktor, is nem volt olyan Pokémon esetleg, amit hiányoltál belőle? Hiányolni nem, de például a Greninja-k az egyik kedvenc Pokémonom, és az eléggé elszomorított, hogy ők voltak a főgonoszok. Uh-huh. Akkor most itt meg is jegyezném, hogy spoileresek leszünk. Elérhető a legtöbb kölcsönzőben, meg mindenhonnan, úgyhogy moziba se adják már, úgyhogy teljesen spoileresek leszünk. Tehát akkor a Greninja-k azok, akik... Igen, meg a történetben volt egy olyan, hogy a Pikachu egy Greninja shurikent talál, és arról jön rá, hogy mégsem ő árult el Harryt. Ebben az a hiba, hogy vagy 3 nappal ezelőtt volt nyáron, és egy Greninja-k jégshurikeneket használnak. Csoda, hogy nem olvadt el. Eléggé. Na, látod? Na, ennek örülünk, hogy akkor észrevettük. Tök vicces, ez nekem is feltűnt, hogy mert ugye amikor őket dobálták, akkor gyakorlatilag így mit tudom, beleállt valami, és el is tűnt ez a shuriken. Igen, így elpárolgott. És aztán megtalálta a hídon, tehát így, érted. De hát mindegy, ez így szerintem belefért egy ilyen filmbe, egy ilyen kis játékosba. Egyébként rajzfilm az egész, vagy élőszereplős. Élőszereplős, ha? Uh-huh. Nekem tetszett amúgy. Végül is mondom, nekem is nagyon tetszett maga a film. Igazából a plotja nem egy túl bonyolult történet. Körülbelül olyan, hogyha összefoglaljuk, mint a Csillagok háborújának, abban is viszonylag egyszerű a plot, de mégis működik a film. Ez is olyan volt. Félvér
gyerek találkozik az indiai haverjával, aztán mennek, beszélgetnek a kínaiakkal, aztán beszélgetnek mindenkivel. Például meg... Pokémonokkal is. Ja. Amúgy nem lett volna baj, hogyha nem hangsúlyozzák folyamatosan, hogy milyen sokszínű és milyen forgatagos. Ez egy kicsit túl volt tolva benne, de amúgy elég jó volt a apok. Mondjuk azt egy kicsit túlzásnak tartom, hogy a Star Wars-hoz hasonlított, tehát azért ezt, ha túl nagy Star Wars talöngő lennék, még sértésnek is venném, de... Hát mondjuk ebben van valami, mert itt Pikachu-nak nem vágták le az egyik kezét, vagy valami ilyesmi. Mondjuk az nem a Star Wars-ba volt, hanem a Birodalomba. A Luke-nak? A Star Wars-ba. Minden második részben valakinek levágták a kezét, kivétel a legújabb epizódba. Igazából mondjuk a hanyadik részhez, talán az első epizódhoz lehetne hasonlítani. Meg a Jar Jar-hoz, meg annak a bohóckodásához egy kicsit talán. De hát azért mégiscsak... Kicsit komolyabb volt szerintem, mint Jar Jar-os téma. Egyébként szerintem a legtöbb Pokémonnak félreértelmezték azt, hogy bundája van, szőre van, mit tudom én. Mert nincs nekik szőrük? Hát igen, csak a furcsán voltak megoldva, hogy élethűek legyenek, szerintem. Aha. Nem így képzelted el őket? Hát nagyon-nagyon nem. Hát ez van, amikor a felnőttek képzelik el azt, hogy hogy kellene kinéznie egy gyerek világnak, ugye? Hát igen. De hát ez megbocsátható. De igazából én is azt éreztem végig, hogy csúnyák. A sztori alapján, nem az, hogy csúnyák, hanem a sztori alapján, meg a karakterek, meg a kinézet, meg úgy minden nem igazán gyerekeknek való film volt. Persze, biztos a gyerekek is élvezhették, mert végülis találkozhattak olyan pokémonokkal, amiket kedvelnek, de ahogy mondtad is, Viktor, kicsit túl komolyra lett véve a sztori. Igen. Úgy nézni, hogy... ott is egy Pokémon, ott is. Jé, mennyi Pokémon, jaj, de jó, Pokémonok úgy más, meg ilyen nagyon kritikus véleménnyel, meg gyermek szemmel nagyon más nézni. Hát ez a lényeg, tényleg fanszerviz volt, viszont elég jól sikerült, tehát akár az is elképzelhető, hogy lesz második része. Igen, én már várom. Én tudjátok, mit várok? Mit vársz? A fizetést? Azt is, többek közt. Meg hogy a lottót megnyerjem, igen. Meg a szeptember elsejét? Hallottátok? Azt én nagyon. Mert mi van a szeptember elsőjével? Hát suli kérdezik kezdés. Meg szakértőnket. Ja, nekem azért nem jött le, mert szeptember 4-én van nálunk ezért suli kezdés, nem elsőjén. Oda akarok költözni. Igen, nem, de július közepén lett vége a sulinak. Akkor majd visszaköltözök. Akkor csak az a fél évkor visszamegy. Az jó ötlet. Az jó. A Matrixnak hallottátok, hogy csinálják, elkezdik csinálni a negyedik részét? Igen, hallottam. Érdekes. Ez nagyon jó dolog. Mondjuk csak mindent nem hallottam rajta róla ezen kívül. Kíváncsi leszek. Állítólag Keanu Reeves már aláírta, tehát ő megvan. Igen? Fú. De még sokan mások még nem írták alá. Valamit hallottam, tehát Trinity-t is vissza akarják hozni. Uh-huh. Az tudom, itt van hogy... Dublinban, úgy az a Colestpol lesz. A Trinity College, igen, igen. Trinity College, ez itt van Dublinban, igen. Az egyik főiskolát úgy hívják. Tehát az nem fog tetszeni, hogyha azt csinálják vele, mint melyik filmből csinálták azt. Ja, az Avengers-ekből csináltak. Az Avengers-ekből csináltak, hogy visszamentek az időben? Vagy melyik igen. filmnél volt az? Igen, a Avengers-ben is. Nem úgy, hogy az időben utaztak, hanem hogy úgy csináltak meg részeket, hogy az előzményeket mutatták. Ja, ilyen előzményfilm. Aha. Hát ez... tényleg nem lenne szerencsés. Arra nem nagyon vagyok kíváncsi, hogy most Neo mit buklászik a számítógépen. Hát azt nem hiszem egyébként, hogy megcsinálnák. Azért Keanu Reeves is már idősebb. Túl nagy a kockázat, meg hogy ha nem tetszik a népnek, akkor... Hát meg azért Keanu Reevesnek sincs már messze olyan kölyök képe, mint... Már volt. Nincs, egy kicsit meghízott, meg van dukkodva, az biztos. A Marvel filmekben nagyon sokszor vissza fiatalították a színészeket, és most már elég jó ez a technológia, tehát akár őt is vissza tudják fiatalítani, ha nagyon muszáj. Meg ugye vannak ezek a deepfake videók, amikor... Technológia nem olyan rossz, de nem, én nem szeretem, amikor ilyet csinálnak benne, mert azért csak látszik. De tudod, hogy a deepfake videók azok úgy működnek, hogy egy színész elmond valamilyen szöveget, aztán keresnek egy mondjuk az amerikai elnököt, vagy Obamát, vagy Trumpot, vagy akármelyiket, és akkor, hogyha elég sok irányból megvan ez a kép róla, akkor egy szoftverrel te otthon el tudod készíteni az úgynevezett deepfake videót, amikor átcseréli a szoftver az arcát az adott. Aha.
A celebire, vagy valami ilyenekre. De látszik, akkor is látszik. Nagyon nem. Hát ez most nagyon jól sikerülnek ezek a deepfake videók. Azért nem értettem, hogy gyakorlatilag jobban meg... Erre kíváncsi vagyok. Tudsz mondani egy példát? Hát majd keresünk és átküldöm. De ezek jobban működnek, mint ahogy például a Leját megcsinálták a Star Wars-ba. Vagy... Hát azok szomorúan sikerültek sajnos. Uh-huh. Rúgvamba. Viszont, hogyha már itt vagyunk, utána néztem, hogy ugye milyen filmek jönnek idén, amit várhatunk. Itt van például a Terminátor 6 Dark Fate. Hallottatok róla? Uh-huh. Terminátor 6. Na, akkor miért akarok még egy bört lehúzni? Hát, mert Terminátor. Terminátorral millió bört le lehet húzni. De mit még? Mit még? Szerintem az első kettő, vagy max. 3 bőven elég volt. Kettő elég volt. Egyik filmet se fejezték be, tehát úgy fejezték be, hogy folytatásra lehetséges. Tehát. Amúgy, ha már a folytatásoknál járunk, akkor van az a tévképzet, hogy a Valve nem tud 3-ig számolni, mert minden játékot abba hagytok kettőnél. Például? Például a Portal 2 maradt az utolsó. Mondjuk ebből már volt egy előzetes, hogy jön a 3. Half-Life 2. Diablo 3. Az nem volt. Mass Effect 3. Ja, ja, hogy azok? Ja, az lehet. Térjünk vissza egy kicsit a filmekhez, mert most először akkor filmek témájában működünk. Terminátor 6. Akkor, Laca, mi a véleményed róla? Kell, nem kell? Igazából szerintem ez nem is 6. Terminátor sorozatot körülbelül 2-szer vagy 3-szer újra kezdték az egészet. Hát de akkor is az a címe. Ez az official title neki. Az a baj, nem tudok sokat a filmről. Nem tudom, hogy az eredeti sorozatot akarják folytatni, vagy a remake-eltet, vagy az újrakezdést. Hát de én várom, mert láttam az előzetesét, és tök jó dolgok voltak benne. Én bízok benne. Kettő oszló Terminátorra? Nem érdekel engem, jól néz ki. Én Schwarzeneggel nekem a Terminátor, nem valami kis pacsulis kisgyerek. Szerintem legyen. Mm-hmm. Legyen, aztán majd meglátja. Nekem a Terminátor sorozat is tetszett. Igazából nekem is tetszik ez a film, és tényleg azt mondom, hogy egész jó lesz. Én nekem az első kettő, hogy max. 3 tetszett, az lehet, hogy még ma is megnézném, de onnantól kezdve egyik se. Igen, de az első kettőt még James Cameron rendezte, és erre visszajön, megint ő rendezi. Uh-huh. Igen? Uh-huh. Hát passz, annyira nem várom. Lehet, hogy megnézem, vagy belenézek a bemutatójába, és ha az meggyőz, akkor kikölcsönzöm, és megnézem, de egyébként. Uh-huh. Viktor, tudjuk, hogy te nem nézed meg, mert nem engedjük. Én valószínűleg nem nézem meg, de az is lehet, hogy nem nézem meg. Na, hát. Legalább választhatsz. Hát igen. Így van. Hogy nem akarod megnézni, vagy apa nem engedi. Látod, így milyen jó a szabad akarat. Aztán a következő, ami jön, az a Rambo 5 Last Blood. Most ez komoly? Ezt nem fogom megnézni. Tehát én a Terminátorról le lehet húzni nagyon sok bört, mert abban nagyon-nagyon sok potenciál van. Egy Rambóban mi a potenciál? Meséld már nekem. Egy újabb boxoló. Nem, ez a lövöldözős. Nehogy is. Józan neve azonnal jött a boxból, nem a Rambo? Nem. Nem. Nem? Nem, az amerikai katona volt. De ha már te nem emlékszel rá, akkor Viktor, hallottál már a Rambóra? Nem, igazán. Tehát ez megint egy olyan sorozat, ami valószínűleg már túlhaladt azon a koron, amikor még lehet belőle valamit csinálni. Hát, nem tudom, meglátjuk. Tehát az már egy unalmas éjszaka kell, hogy az ember nagyon... Ja, a Rocky volt a boxolós, jó eszembe jutott. Meg a Creed. Az a Creed meg a Rocky sorozat volt a boxolós. A Creed az nem rémnek. Hát pedig ugyanaz. Csak az is valami spin-off boxolós Rocky izé volt. Aha. Mi a Creedbe is Stallone játszott? Így van, ő volt az edző, Rocky. Elvileg, mert nem láttam. Aztán jön a Charlie angyalai. Új film. Ki az a Charlie? Az attól függ, hogy mit szeretnél. Hogyha az angyalokat akarod nézegetni benne, akkor nem rossz film. De új, ez most fog jönni idén. Tudom. Uh-huh. Miért? Azokban már nem ezék lesznek?
De. Női angyalok lesznek, hanem férfi angyalok de. Lesznek. Vagy? Igazából én arra gondolok, hogy ez a Charlie angyalai, ez azért jó, mert ez egy tökéletes példa arra, hogy lehet erős női karaktereket, így lehet egy olyan filmet csinálni, amit már a 70-es évek óta női karaktereket tartalmaz. Ilyen szempontból jó választás, tehát nem az van, hogy megint megcsinálják, mint például a Ghostbusters-nek a remake-ét női karakterekkel, meg minél PC-ben, és akkor azt elrontják, hanem egy már eleve viszonylag jó ötletre alapuló erős női karakterekkel meg lehet csinálni egy jó akciófilmet. Úgyhogy én ebből a szempontból várom a többiből, meg hát majd meglátjuk, hogy mit sütnek ki belőle. Megnéztétek azt a linket, átküldtem az akciófilmnek. Én megnéztem, hogy milyen nem jó az akciófilm. Milyen nem jó az akciófilmek. A srác nem mondott benne hülyiséget, szerintem nagyon jó dolgokat mondott, meg hazott ki. Igen, igen. De szerintem hallgatóinknak fogalmuk sincs, hogy miről beszélsz. De nem baj, majd berakjuk nekem a linket. Sincs. Na. Arról szól a videó, hogy a jó akciófilmekben mi az, ami jó plot, mitől lesz rossz egy akciófilm, még ha jó franchise-ból indították is ki, és annak a sokadik folytatása. A másokadik folytatása Sharknadót, azt nézte valaki? Hát én megnéztem az első részt, de abból elég volt annyi. Úgy tudtátok, hogy a Sharknado már hatodik részénél tart? Igen, szerintem. Sharknado? Te megnézted, Viktor, a Sharknadót? De azért, mert mondom, megnézhetted a Sharknadót, de a Terminátort nem? Az úgy érdekes. Aha. Sharknadónak már a címe is beszél, hogy Shark... Tornádó, Sharknádó, Tápadádó. Tehát a Sharknádó is egy olyan film, ami a B-kategóriás filmek legalja. Egyébként, ha erős női karaktert akartok nézni filmen, akciófilmen, akkor ugye Alitát kell nézni. Megjelent most a kölcsönzőbe, le is töltöttem, megnéztem, és ugyanolyan jól élveztem számítógépen is, mint annak idején a moziba 3D-be. Tudom ajánlani mindenkinek. Jó, mondjuk én elfogult vagyok, mert én ilyen fotelben ülős programozó vagyok, aki rajong a mangáért és az animéért. De ettől függetlenül szerintem egy jó film. Akkor azért tetszett neked a Baby Metal is. Aha, igen. Egyébként a gyerekeknek is tetszett, lejátszottam nekik, majd párszor meg szokták is kérni, hogy apa, játsz le megint. Úgyhogy Baby Metal őrület lett. Én soha nem olvastam még mangát, de nem merült fel az a probléma, hogy egy sima könyvet is elkezdtem arról jobbra olvasni? Vagy jobbról balra? Hogy? Mert hogy a manga az ugye japán. De a japánok nem jobbról balra mennek. Azok ugyanúgy olvasnak, mint az európaiak jó része. Hát mostanában, de egyébként régen még rosszul, tehát máshogy írták. Igen, hogy így jobbról fentről lefelé és jobbról balra, igen. Nem, lentről fel, nem, fentről lefelé. Igen, csak jobbról balra. És jobbról balra. De egyébként nagyon régen mi is jobbról-balra írtunk. Így van. Rovásírás. Nem értem, hogy mi a poén benne, pláne a nagyon régenbe, mert nagyon régenbe mit használtak? Vagy puha grafitot, vagy tintát, igaz? Igen. Nem. Lassan száradó tintát, vagy a puha grafit inkább, meg... De, hogy is, tintát. Hát azt legfeljebb csak a gazdagok engedhették meg maguknak. Akkor mit használtak? Palatábla volt. Palatábla, agyaktábla. És abba véstek. Aha. Azt mondod? Hú, a palatábla volt, és kis pálcikával vésték bele a cuccokat. Ezért is volt könnyebb egy rovásírást palatáblába belevésni, mint ilyen kurta, meg ilyen körlakú, meg cifrás betűket. Jó, az rendben van, de épp azt akartam ebből az egészből kihozni, tehát hogyha jobbról-balra érsz, akkor elmosod a kezeddel az írást. Igaz. De hogyha fába karcolod bele, akkor nem törlöd el. Akkor nem. Akkor nem. És ugye a rovásírásnak az volt a lényege, hogy valami fába rótták. Nem, de az arab az nem rovásírás, az igen csak kunkorodik, meg ezért kunkorodik. A vagyok rovásírásról van szó most. De azért most gondolj bele, hogy az araboknál azért nem nagyon volt olyan cucc, amire lehetett volna élni. Végül is volt agyaktáblájuk nekik is, de ugye ott a fa az nagyon ritka volt, meg drága is. Hát azért... Jó, és akkor mire írtak homokba? Homokba, aha. Nem, mert csak a homoknál is ugyanaz a veszély fenn van, hogy elmosod, amit megírtál, hogyha nem, hát ilyen hatalmas homokkő... Vagy ahogy levegőt veszel, elfújod.
Hát volt, azért kövek voltak ott, tehát homokkő kövek voltak, és ha megnézed a régi arab betűket, arab számokat, azért azok nem olyanok voltak, mint manapság, ilyen kis szép kunkoriak, azok is inkább szögletesek, igen. Szögletesek voltak. Amit kőbe, mondjuk egy puha homokkőbe, könnyű belevésni. Egy erről van is egy matematikai előadás, hogy minden számban annyi szög van, amekkor az értéke. Uh-huh. Tehát az igen. Egyesnek egy szöge van, a kettesnek kettő, hármasnak három, a négyesnek négy. Sőt, a nagyon régi kultúrákban, babiloni meg ilyen kultúrákban például nem volt nulla, tehát nem értelmezték a nullát. Meg akkor, ha már itt vagyunk, tudjátok, hogy miért van az angoloknál külön 12x szám? Külön 12x szám? Miért? Hogy mondod a 11-et? 11. Nem csak az angoloknál, a franciáknál is egyébként. De a franciák, a gallok azok külön kategória, mert ők ostobábbak, ők 60-nál többet nem tudnak számolni. Tehát ők 60-ig vannak számaik, aztán azt mondják, hogy 60 meg 1, meg 60 meg 11. De meg... miért 12, mert akkor a 13-ig, nem? Mert a 13 se ezé. De, az 3-10. A 13? Igen. Hát bele lehet magyarázni, igen. 14. Inkább harmadik 10. Igen, harmadik. De 12-be abban nem számolod bele a 12-t, tehát nem. De egyébként a 3 az free, és nem 13. De ez már csak hangalaki módosulás szerintem. Azért mondom, hogy harmadik, mert... Ha az arabokat nézed, az arabok ugye úgy számoltak, hogyha el kellett számolni ötnél tovább, akkor lerakták, ami a kezükben van, és akkor ugye számolták az ujjaikat. Az angolok meg ugye az egyik kezükben benne volt a szerszám, és ha 12-ig el akartak számolni, akkor a négy ujjukon a 3-3 új perccel 12-ig el tudtak számolni, anélkül, hogy le kellett volna tenni a szerszámot a kezükből. Úgyhogy ezért van az, hogy... De tényleg ezért van, hogy 12-ig van a számjegy nekik. Uh-huh. Meg ezért van tucat. Így van. Ezért nagyon sok minden tucatban számolnak. Például a tojást. Igen. Meg még egy pár dolgot. Vagy egy tucat dolgot. Hát ami darabra, hogy ezt tucatolják. Is. Mondjuk én azt még nem hallottam, hogy egy tucat ceruza. Mert azt mondják, hogy egy dozen. Meg te Magyarországon élsz. Így van. Az igaz. Na jó, akkor vissza a mozik világába, mert megint elkalandozunk. Elkalandozunk, ja. Most tudjátok, hogy a Disney megcsinálta ezeket a élőszereplős filmjeit a rajzfilmjeiből, és megjön az első, aminek látom értelmét, hogy megcsinálják a Mulánt élőszereplősben. Nem tudom, hogy ez meg... Kínaiak ki is akadtak. Mi az, hogy az első, amelyiknek látod az értelmét? Hát miért a dzsungelkönyvének volt értelme, hogy élőszereplőset csináltak belőle? Miért nem volt? Hát miért nem volt? Hát de azt miért? Nem most csinálták először. Hát de dzsungelkönyvében hány élőszereplős van? Ja, rengeteg. Hát. Van indiai feldolgozás is. Rengeteg. Tehát amit megcsináltak, azt úgy kellett volna hagyni, és nem piszkálni fölöslegesen. Akkor volt értelme, hogy megcsinálták az oroszlán királyt? Élőszereplősbe? Azt nem láttam. Mi? Tudom, azt nem láttam én se. Egy 100% CGI filmet komolyan megcsináltak. Egyébként a Szép és a Szörnyetek is jó szerintem. Hát Emma Watsonos? Hát ez minden csak nem jó. Van abból is több. Nem tudom, hogy melyik az Emma Watsonos, most nem vágom így. Hát az volt az utolsó, ami ebben a hullámban van. A Dumbónak van értelme? Semmi. Az meg is bukott. Az is full CGI. Azt se láttam. Az meg is bukott a pénztáraknál. Egy olyan filmet, amit kikölcsönzök én, és Viktor nem néz meg. Pedig gyerekeknek készül gyerekfilm. Hát köszönöm szépen. Akkor... Bevallom őszintén, rá se néztem. Hát ennyi. De ha azt hallottad volna így a suttogó kritikába, hogy hú de jó, meg érdemes megnézni, meg mindenkitől azt hallod a suliba, hogy hú de jó, akkor megnézted volna? Na. Dehogy nem. Dehogy nem. Miért a Pikachut is megnézted? Igen, de azt azért, mert Pokémonok. Na, Viktor, hogy döntöd el, hogy mit nézel meg? Úgyhogy szépen beírom a Google-ba, hogy top 100 film gyerekeknek, és így átgörgetem felé. Hát ezeket csinálják nekem Lili meglevés. Én konkrétan úgy találtam meg a Apró Láb nevű filmet, ami amúgy nagyon jó, hogy beírtam, hogy top 100 családi film, elkezdtem lefelé görgetni, és megtaláltam. Uh-huh. Hát.
így válogatnak egyébként, Levi meg Lili is úgy jöttem észre, hogy úgy válogat, hogy elkezdenek nézni egy rajzfilmet, annak vége van, ugye utána, hogy vége van, feldob egy nagy listát, és elkezdenek rajta végigmezni, és amelyiken szép vagy cuki a kép, azt elindítják. és ha nem jön be, és unalmas, rájönnek, hogy unalmas út közben, akkor kilép belőle, és megnézi megint a képeket. Képek alapján választ rajzfilmet? Na jó, de ők hány évesek? 6,5. Ja. 6,5. Tudnak írni, olvasni, de hogyha úgy van, akkor elolvassa, vagy ha csak szöveg van, akkor elolvassa. De egyébként nem az alapján válogat. Én úgy vettem vissza, hogy nem az alapján válogat, hanem megnézi, hogy melyik tetszik neki. Vagy hogyha már látta régebben, és ismeri a karaktereket, meg a szereplőket, akkor hajlamos azok felé hallani, melyik már tetszett neki. Jó, mondjuk én bevallom, az apró lábat is kép alapján néztem, de mindegy. Na jó, de legalább valami ajánló algoritmust, vagy ajánló részt megnéztél belőle. Hát csak egy ilyen rövid leírást, amit kell volt, mert a film elején úgyis elmesélte. De az fogta meg a figyelmedet, és azután... Azután döntöttem, hogy na jó, ez lesz. Így van. Na, ezt akartam elmondani, csak családban hál' Istennek egy valaki tud beszélni. Az anya. Nem, kettőnk közül. Na tehát azért a mostani gyerekek már legalább valamilyen szinten azt nézik, hogy mik az ajánlások. Tehát nem ilyen nekem, mit tudom, egy macis film kell, meg mit tudom, ilyen infantilis dolgok, ami szerintem jó egyébként, tehát én úgy érzem, hogy az internethez sokkal közelebb állnak a mostani gyerekek, mint mi voltunk annó. Hogy a faszban, amikor mi voltunk gyerekek, nem volt internet. Hát ja, ez igaz. Ez is, ebben is van valami. Igaz. Hát mikor volt nekünk először internetünk? 20 felett voltam, amikor nekem először internetem volt. 25-26 lehettem. Akkor Törökországban volt, de az még ilyen betárcsázós internet, ami nem is tudom, hogy mire használtam, de nem sok mindenre lehetett használni. Utána a következő... Ja, e-mailekre használtam. Tehát annyira jó volt. Utána a legközelebb saját internetem itt volt, mikor ide kijöttem. Amikor megcsináltuk az első Hotmail-es e-mail címemet, akkor azt mondták nekem, konkrétan máig emlékszem, az ismerős, akivel csináltunk, azt mondta, hogy ez olyan, mint az e-mail, csak ingyen van. Ez jó. Ez olyan, mint az e-mail, csak ingyen van. Tehát ilyen... Érted hozzá, Jézusom. Ennyit tudtunk körülbelül így az internetről, amikor bejött. Meg ugye infóórán az infós tanárt megkértük, hogy akkor mutassa meg, mi az internet. Betárcsázott, fellépett valamilyen honlapra, de már nem is emlékszem, hogy mire. Talán még a Yahoo Search-re, vagy valami ilyesmire, és azt mondta, hogy ez az internet, mi meg körülálltuk. Értően néztünk és bólogattuk, hogy... Igen, jó, majd legközelebb. És annyit hallottunk belőle, amit ugye, hogy ilyen pi-pi-pi-pi-pik. Igen, hát annak idején maximum annyi volt nekünk is az internet, hogy ott van a gépen, és a nagy E betű. És az az internet. Aha. És akkor ennyi és volt. Kész. De és néztük az E betűt, mert másra nem tudtuk használni. Ez teljesen jó volt. Totál amikor először voltam suliba interneten, teljesen lenyűgözött, hogy egy hihetetlen sok információ van. És órákat el tudtam azzal tölteni, hogy ideográltam az oldalak között. De hát majd csináltam. És akkor most képzeljük el, hogy Viktor meg ott csücsül egy gigás netvonal előtt. Uh-huh. Igen, kezébe a jövő. Uh-huh. És éppen scrapmálnik azok a jövővel. De már megint elkanyarodtunk a filmektől. Igen. Akkor térjünk vissza ismételten. Mulán. Viktor, te tudod, mi az a Mulán? Annyi rémlik róla, hogy harcos lesz, mert az apja beteg és ilyen szamuráj páncélban megy. Hát arról szól tulajdonképpen, hogy van egy kínai hercegnő, aki társadalmi nyomásnak nem engedelmeskedve elmegy harcolni. És ebből volt egy nagyon szép mese, de most csinálnak belőle egy kalandfilmet, ami szerintem felsőbb korosztályoknak szól, nem a gyerekeknek. Hát, egyértelműen igen. Ha jól tudom, a kínaiak kicsit fel is kapták a vizet rajta. Hogy lenyúlták? Nem hogy lenyúlták, hanem az ábrázolás mód miatt mutatja be a régi kínai dolgokat. De lehet, hogy azon sértődtek meg, hogy nem ők csinálták meg, hát a fene tudja. Nem ők kapták a zsuzsót.
Legalább most nem az van, hogy mit tudom én, fekete főszereplő van egy kínai hercegnőnek. Úgyhogy... Hát, még nem láttuk a filmet, úgyhogy ne lőd le. Nem de biztos, hogy nem lesz benne az se jelent semmit egy ilyen filmnél. Én arra emlékszem, hogy volt egy ilyen pici sárkány. Hát igen, na, ez most nem lesz a filmben valószínűleg. Aj, de miért nem? Mindenki azt fogja hiányolni. Az jó volt, aha. Aha. Az aranyos volt a kis sárkány. Lehet. Na, akkor menjünk át a következő filmre, ami a Gemini Man nevet kapta. Will Smith megfiatalítása és a körüli balhék. Nem tudom, Will Smithnek lehetősége volt nagyon sok jó filmet csinálni, erre csinált nagyon sok rossz filmet, és most megcsinálta a Gemini Man-t, vagy Gemini Man-t. Gemini. Én nem táplálok nagy reményeket az irányba, hogy ez egy jó film lesz. Szerintem moziba nem megyek el érte, de amúgy szerintem így kikölcsönözni biztos, hogy jó lesz. Hát úgy megnézem én is nyilván, mert ez mégiscsak tudni kell az ilyen dolgokról, de moziba tényleg én sem adok érte pénzt. Star Wars 9, Rise of the Skywalker. Ez egy érdekes dolog. A Star Wars rajongóknak úgyis alap, tehát úgyis meg fogják nézni, még ha az előző részek olyan csapnivalóan rosszul is sikerültek, hogy legszívesebben sírva vonulnának a WC-be, de akkor is meg fogja szerintem mindenki nézni, aki kicsit is rajong a Star Wars-ért. Hát szerintem el fogunk menni karácsonykor megnézni, legalábbis én biztos. Ez most jön ki? Karácsonykor. Uh-huh. Ah, mondjuk általában ezek mindig karácsonykor jönnek ki. Uh-huh. Emlékszem, a legelső Star Wars filmet úgy néztem meg, hogy még otthon laktam a szüleimmel, gyerek voltam és 10 éves láttam, vagy még annyi sem, nem tudom, hogy nyitva hagyták a nagyszobajtót, ahol a tévé volt, résnyire, csak egy kis résre, ugye, hogy hallják, hogy alszunk, vagy nem alszunk, és az ágyból kilopogottam, és ott a kis résen keresztül néztem végig a filmet. 2 órás film az, vagy mennyi? Hát 2 órás film, igen. Én úgy néztem meg, hogy jártam egy MHSS modellező szakkörbe, és volt egy ilyen karácsony környékén volt egy vetítés, már bőven a 80-as években, és erre elmentünk, és valamikor este, hát ilyen 5 órakor kezdődött a vetítés, és ugye 7 óra után lett vége, úgyhogy kaptam a fejemre, hogy ilyen sokáig maradtam, és hol voltam, és mit csináltam, de úgy jöttem vissza, hogy wow. Teljesen el voltam varázsolva, hogy mi ez, és nekem ezt azóta is folyamatosan. Hogy már el is kezded építeni az űrhajót, és mész te is az űrbe harcolni. Hát az már rég kész volt. Ja. És akkor lesz még egy-két ilyen film, amit esetleg várhatunk. Lesz ez a 21 Bridges, vagyis 21 híd. Arról szól, hogy ugye lezárják New York összes hídját, meg összes alagutat, meg mindent, ugyanis ilyen gyilkosságok történnek, és mindenképpen ki akarják nyomozni. Illetve lesz a Jumanji 3, The Next Level. Nem érdekel, Viktor? A második része jó volt, de az elsőn beolvadtam. Na jó, de hát az első az 20 évvel azelőtt játszódott, mint a mostani, úgyhogy azt be kell, hogy valljam, hogy én szerettem, de eljárt felette az idő. Én félek tőle, mert ha olyan lesz, mint ahogy a apa mondta a Diablóról, az első jó volt, a második nagyon nem volt jó, a harmadik meg jó volt, csak a Jumanji-val megfordítva lesz, attól félek. Hát szerintem ugyanaz lesz bennem, mint a második, tehát legalább ugyanolyan jó lesz, mint a másik. Rock ugyanúgy szerepel benne. Szerintem poénok lesznek benne. Én igazából azt gondolom, hogy ez egy jó szórakozás lesz. Laza film. Érdekes, hogy én nem láttam. Én remélem, hogy benne lesz az a sütés szétrombolós. Hogy megevett egy süteményt, és így ott volt a gyengeségei között, hogy süti, megevett egy sütit, és felrobbant. És akkor megint megetetnek vele egy sütit? Hát lehet, majd kiderül. Bár ugye az egyik szereplő az ugyanaz lesz benne, mint eddig. Az egyik. Úgy értem, hogy a lány, aki az előzőbe játszotta azt a zenére harcolós lányt, az ugyanaz lesz elvileg a karakterben is, meg az életben is, mint az eredeti. Tehát ő neki lesznek információi a játékról. Akkor ez a Jumanji az első részben az egy táblajáték, vagy társasjátékból indult, ugye? Igen. A második részben volt a videójáték konzola.
És ebbe is ugyanazt a videójáték konzolt fogja megjavítani a gyerek, és ebből játsszák újra az egész történetet. Hmm. Csak azt miért kell? Hát, mert gondolom, élvezte a játékot, és akkor még egyszer játszani vele. Aha. De hát majd meglátjuk. Star Wars időszakában játsszák ezt is, tehát beküldik a Star Wars ellen. Végül is van esélye, mert mostanában, hogy mondtad, a Star Wars-ok nem muzsikálnak. Eleinte nagyon izgatott voltam, hogy jaj, de jó, életemben először valami közmédiai platformokra kirakott dologban részt is veszek, és a Pokémon filmről kettő darab kritikát így nagy vonalakban le is írtam. Na hát miért? Elmondhatod, vagy leírhatod? Ne? Már leírtam. Na hát majd akkor István beteszi a szinopszisba legfeljebb. Majd akkor megtanácskozzuk, hogy mi lesz benne meg. Ez a pókica is durva. Most nézegetem itt, hogy mik vannak. Láttad, hogy az Aldi pókfogót vezet be neked? Nekem? Direkt nekem csinálja? Aha, direkt csak neked, csak és kizárólag neked. Elvileg mostantól lehet rendelni egy ilyen pók elkapó kézikészülék. Ilyen pók, illetve undorító állatokat elkapó, undorító rovarokat elkapó kézikészüléket, amihez nem kell hozzányúlni a pókhoz, csak így össze lehet csippantani, és ki lehet dobni a házból, és nem is öli meg, tehát elég humánusan viseltetik vele. Olyan körülbelül 20 fontba kerül. Aha, van egy vicces videó is róla. Ki lehet dobni az ablakon. Ja, és ez így működik? Nem jó, nem a jó. A tizedikről is. Én arra vagyok kíváncsi, hogy melyik az a pók, ami megvárja, míg összecsippantják egy ilyen berendezéssel. Én azt akartam, hogy ez nem látszik bulinak. Ez hát nézd meg a videót, hogy abba... Azt nézem. De az megvárja. A gumipók megvárja, igen. Az nem gumi, az élő. Az egy gumipók akkor... szerintem. Az élő. Gumipók. Nem, az élő pók. És különben is a gumipók az a csomagrögzítők gumikötél. A biciklis. Ja. Majd várjál, most már meg kell nézem még egyszer, mert... Nézd meg, szerintem az gumiból van. Lehet, hogy igaza van a cának. Minden lehet. Beszerzünk egyet. Hallgatóinkat kérjük, hogy véleményezzétek már a videó, illetve az, ahol hallgatjátok, hogy azt szerintetek a videóban egy gumiból készült műpók, vagy egy valódi mozgó, élő, nem. Lélegző pókica? Na, most már látom, hogy az egy gumipók. Igazad volt, Laca. Az, az igazság, hogy először izében néztem meg, csak ott a kis videóképen, és ott nem láttam. Most teljesben megnéztem nagy képernyőben, ott látszik rajta, hogy az nem ficereg. Ki mondta, hogy 20 fontba fog kerülni? Ott van. 20 font. 7,99. Hol. Itt van, hogy bla 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 bla. Igen, igazad van. Bocsánat. Ugye, hogyha 20 font felett rendelsz, akkor ingyen kiszállítják uh-huh. neked. Ha nem, akkor plusz 2,95 postaköltség. Költség. Uh-huh. És 10,94 lesz. Jól van. Félreolvastam. Postaköltséggel együtt így van. Uh-huh. Elmondom nektek, hogy ez miért nem jó. Mert a legtöbbször olyan helyeken vannak ezek a pókok, ahova ezzel nem fogsz tudni benyúlni. Viszont, ha csak egy cső lenne, ami felszívja azt a teremtményt, akkor nem lenne ilyen nagy a vége. Javaslom a porszívót. Igen, nem elég erős, nem mindig elég erős. Komoly. Egy olyan dolog kellene, mint egy visszafordított légpuska, vagy valami hasonló. Mert az hirtelen csinál nagy vákumot. Pontosan a légpuska esetében nagy kompressz sűrített levegőt. Egy ilyen krumpli lövőpuska kellene neked. Olyan van Nem, olyan. Az is nagy. Egyébként pont a Scrapmanikban csak az van. Csak krumpli lövőpuska létezik. Ha megnézitek itt ezt a kis szerkezetet, a narancssárga csőnek a vastagsága az körülbelül pont jó. Azzal szinte mindenhol be lehet piszkálni, és hogyha az vákumos, ami hirtelen nagy vákumot tud csinálni, akkor az végig is szívja ezen a csőn a kis teretményt. És az, hogy megúsz-e vagy sem, hogy őszinte legyek, az már nem az én bajom. Ha megúsz, akkor visszafele, ha kifújja a vákumot, akkor mehet. De ha meg nem úszol meg, akkor így járt. Egy kis kemotoxot odaadsz neki. És akkor biztos beszívja. Nem az a lényeg, direkt azért nem kell megölni őket. Dehogy nem. Ha téged zavar, akkor öld meg, azt nincs vele baj. Én azóta bántam őket, amióta visszajönnek.
Tehát kidobom, és ugyanaz visszajön még egyszer. Tehát az már nem buli, az nem fel. Honnan lehet tudni, hogy ez az? Onnan, hogy egyszer véletlenül az egyiket összefestettem, és háromszor dobtam ki, negyedszer azt mondtam, pontosabban a harmadik után azt mondtam, hogy még egyszer meglátlak itt, akkor nem élet túl. És nem hitt, nem hitt el. Visszajött negyedszerre is. Hát én nem adok nekik ekkora esélyt. Meglátom, zavar, agyon nyomom, összizét eltakarítom. De én világ életemben így voltam, hogy nem bántottam semmit. Se pókot, se izét, semmit. És mondom, egészen addig, amíg ez a pók, ugyanaz a pók, az a kis befestett hátú pók vissza nem jött háromszor, és negyedszer azt mondtam, hogy elég. És onnantól kezdve nem csak azt az egyet, hanem mindegyiket. Meglátom, puff, csattan egyet. Én nekem nem voltak ilyen dolgaim vele. Illetve ami nem zavart, és jó helyen volt, az ugye kint volt az egyik állatkarámnál volt egy nagy keresztes pók, ugye az nem a házba volt, nem csinált koszt, rendetlenséget, semmit, fogta nekünk a legyeket, szúnyogokat, mindenféleségeket. Az jó. Az jó fej, azt ott hagytam békén, tehát az nem zavart senkit. A házban nekem ne szője össze a plafont, meg csomó dolgot, amit takarítanom kell, de kint azt csinál, amit akar. Mm. Van egy Jörg Sprave nevű német úriember, akinek van egy YouTube csatornája, és ilyen házi készítésű, lésfrítéses, meg gumi energiabevetéses crossbow-kat, meg mindenféle ilyen idióta fegyvereket csinál. Ezt tudom neked ajánlani. Megosztom ezt a csatornát, és akkor majd látni fogod, hogy mi ez. Régi adósságunk van. Az lenne a kérdésem, hogy a Raspberry Pi 4-jel mik a tapasztalatok, Gyuri Laca? Én nem sokat foglalkoztam a Raspberry-mel, amióta beállítottam ilyen kis média meghajtónak. Azóta rendesen működik, nincs olyan semmi bajom. Jó hűtés kellett rátenni, és ilyen 32-33 fok körül tartja a hőmérsékletét. Milyen szoftverrel használod? Szerintem saját Raspbian van rajta. Raspbian, igen, és a másik az mi volt, amivel a szervert állítottuk be? A média szervert. A Raspbian alá felmontoltuk a... És akkor felmegosztásba megy SMB-vel, vagy pedig egy mini DLNA szerverként, vagy miként? Nem, ez csak felmegosztással megy. Samba van felrakva rá. Samba, azaz, Samba. Tehát akkor Windows-os fájlmegosztással megy körbe a világba is. És akkor minden tök jó, minden működik, nem kellett újraindítani, nem kellett semmit. Nem, hibátlan. Jó van. Hát én ezzel szemben eljutottam addig, hogy elég régi nekem a NAS-om. Intel Atom processzoros NAS-om volt eddig, amiben volt egy 3 gigabájtos vagy 4 gigabájtos SSD, meg egy 500 gigás háttértároló, és úgy gondoltam, hogy ez lassan elkezd kevés lenni, illetve a 720p-s film feletti filmeknek az enkódolását, a transzkódolását már nem jól csinálta meg, tehát ha megpróbáltál egy 4K-s filmet streamelni bármivel, akkor az akadt a hálózaton, ugye nyilván lassú volt a szerver processzora, és van nekem egy ilyen harmadik generációs i5-ös processzorral rendelkező régi laptopom, amiben hát még ilyen 1-2 órát bír az akkumulátora, 8 giga RAM van benne, van egy 250-es SSD, rajta 250 gigás SSD, illetve egy 500 gigás egyéb Winchester volt háttértárolónak. Úgy döntöttem, hogy egy Ubuntu-t installok rá, és akkor ezt csinálom meg média szervernek. El is kezdtem az installálást, többször meghalt az installálás közben, ugyanis az AHCI Winchestereket nem jól kezeli, tehát az AHCI módban nem lehetett. Ugye miután átkapcsoltam, már elindult rendesen, és azóta is teszi a dolgát. Nagyon könnyen felment rá az Ubuntu, és felinstaltam rá egy Plex média szervert, ami egy nagyon szép, nagyon fancy szolgáltatás, saját androidos programjai vannak, amivel lehet nézni akár menet közben, tehát út közben meg tudja azt csinálni, hogy a leszedett, kikölcsönzött média tartalmat továbbítja a mobiltelefonnak a kijelzőjére, ami működik
akár sima mobilneten keresztül is, tehát meg tudom azt csinálni, ugye mivel korlátlan mobilnetem van, hogy akár menet közben tudom nézni a filmet a saját szerveremről. És ehhez elég 2 megabit per szekundumos upload, az én 3 megabit per szekundumos uploadom még sok is hozzá egy kicsit. Viszonylag stabilan teszi a dolgát, nagyon jól kezeli a transmission szervert, tehát ezzel is jól halad, illetve szépen magára húzta az összes szükséges dolgokat, és azért külön jó, hogy ugye van egy saját beépített akkumulátora, ami az itteni 1-1 másodperces áramszünetet is elég jól kezeli, úgyhogy ez tetszik, illetve felraktam rá egy szambát én is, tehát egy Windows-os fájlmegosztást, ezen keresztül tudok rá másolgatni én is fájlokat, hogyha szükséges. Úgyhogy én most ezt használom, hozott anyagból dolgoztam. Most azt hallottátok, hogy valamelyik cég, most pontosan nem tudom melyik, az év végén akar piacra dobni egy Raspberry Pi 3-on alapuló tabletet. Nem hallottam róla. Nem hallottátok. Na hát ez is egy érdekes projekt lesz, és hát olyan 100-150-200 dollár körüli áron fogják ezt prezentálni. Tök jó. Hát végülis a Raspberry Pi 3? Uh-huh. 3 alapú lesz. Jó hozzá, úgyhogy... Ja, hát meg lesznek rajta a megfelelő portok, bemenetek, kimenetek, úgyhogy amit írtak róla, az egész meggyőző. Hát majd ugye próba. Tehát én megszám egy címkét azért, hogy csak türelmes embereknek. Uh-huh. Persze. De hát nyilván ez nem azt kell elképzelni, hogy iPad szintű laptop minőséget fog szolgáltatni nyilván. De hát viszont kis pénz lehet hákolni. Aha, igen. Mikolni lehet? Hackelni. Hákolni. Kénytelenek vagyunk bemondani valamit, ugyanis képzeljétek el, az egyik hallgatunk, törzs hallgatunk óvást jelentett be. Mi szerint azt mondta Adrien, vagyis Viktornak az anyukája közölte, hogy nagyon jó dolog ez az adás, de sajnos nem tud a rajongó táborunkhoz csatlakozni, hiszen butaságokat beszélünk a kutyáról. Ugyanis én azt mondtam, hogy egy 65 cm a marmagassága a kutyának, amikor az 78 cm. Ezt szeretném javítani. 10 cm-t letagadtam a kutya teljes méretéből. Uh-huh. Tehát jókora dolgot hibáztam. Valómint azt mondta, hogy az nem tetszik neki, hogy én úgy utaltam, mintha állandóan nekem kéne levinni a kutyát, hiszen ez egyszer vagy kétszer fordult elő, úgyhogy... Egyszer. Nem igaz? De egyedül valóban egyszer vittem le, ez tény. Illetve úgy, hogy nem volt velem senki más, tehát az egyszer fordult elő. Illetve egy párszor vittük közösen, ugye... Adriennel, de egyszer nem voltam kényszer hatása alatt, tehát önként csatlakoztam, és nem kellett hajnalba felkelni a kutyához, hogy levigyük, mert nem kellett, mert ez nem az én saram, úgyhogy ezt mindenképpen kellett helyesbíteni, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk továbbra is. Mondjuk ez nem változtat azon a tényen, hogy nem egy öleb. Hát nem. Hát nem. Bár azért néha az öletbe ül. És fel is szokt találni vele? Engem kb. Azzal szokott kelteni, hogy rá... Hát nem is ül, de rá áll a vasémre. Ez milyen kedves. Show notes-ban továbbra is mindig hasznos információt, mindenféle dolgokat megtaláltok, ami hozzátartozik az adáshoz, illetve néha azt is, ami nem. Mindenképpen javaslom, hogy keressétek fel a hídnyugatra.hu oldalt, és azon megtaláltok mindent, és szerintem akkor... Zárjuk is a mai felvételt. Egyetértetek? Ja. Igen. Jó, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Itt volt velünk Laca. Sziasztok! Gyuri. Sziasztok! Vikó. Hello. És én István. Ha tetszett, kérlek, hagyj 5 csillagos, és ha lehet szöveges értékelést az iTunes-ban, vagy ahol hallgatsz minket, ha nem tetszett, vagy kérdésed, kommented, esetleg hozzáfűzni valód van, küldj e-mailt az info@hidnyugatra.hu címre, amit mind látunk, vagy egyenként a Gyuri, Laca, vagy istvánkukac@hidnyugatra.hu-ra. Vagy hagyj kommentet a Facebookon, melynek a címe facebook.com/nyugatra.hid, és a YouTube-on a posztolt adás alatt. Itt tudsz minket követni, lájkolni, megosztással segíteni a műsor népszerűsítését. Az összes adás MP3-ban elérhető a honlapunkról, ami a hidnyugatra.hu címen elérhető. A viszont hallásra!